Valósággal hömpölygött ma a tömeg a palicsi sétányon. Főleg családosok jöttek gyermekeikkel, olyanok, akik tegnap nem voltak. Például ez a kulai család is, akik éppen a tömeget akarták ma elkerülni. Nagyon szép. Van sok ember, úgyhogy nem akartunk tegnap jönni, mert akkor még nagyobb tömeg van, úgyhogy kisgyerekekkel jobb ma. Egy idősebb hölgy csodálkozva tapasztalta, hogy mennyire megváltozott a környék. Nagyon régen voltam, már egy kicsit nem találom föl magam, mert mind olyan sok új dolgok vannak. A nagy melegben jól jött egy kis hűsítő fagyi, volt is sorban állás a bódé előtt. De ma sem hiányozhatott a ropogós malac és báránysült sem. A kürtös kalács is szépen fogyott. Szép idő van, de ezt még kibírjuk. Nem mindenki bírta ilyen jól a meleget, az emberek inkább a hűvösbe vonultak pihenni, vagy a vízparton oltották szomjukat. Aki gyerekekkel érkezett, nem hagyhatta ki Palics egyik nevezetességét. Topolyáról érkeztünk most reggel, egy órája, egy kicsit sétáltunk a tóparton, most megreggelizünk, és akkor indulunk az állatkertbe. Ez a mai terv. Egész napos program? Igen, igen, nagyon ritkán tudunk jönni Palicsra, úgyhogy most egész nap itt maradunk. Akkor ezek szerint a mai nap a szabad nap? Igen, igen, még mai. Meg a tegnapi, holnap már kezdünk dolgozni. Annak ellenére, hogy Szerbiában május 1-e és 2-a is állami ünnep, sok munkahelyen már ma is dolgoztak.